Gyorsan hozok egy hasonló rózsaszín szemüveges témát, mint ami már itt lesz valahol március elején. És ez pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy nem vagyunk hajlandóak rózsaszín szemüveggel élni, viszont meghatározzuk, hogy mire reagálunk, mire nem, mit nézünk, mit hallgatunk. Hello mindenkinek és a szemüveg. Lehet, hogy akkor így maradok, mesélj. Szóval nem vagyunk mindig rózsaszín szemüvegben, sőt nem vagyunk hajlandóak rózsaszín szemüvegben lenni, de az nem jelenti azt, hogy mi hajlamosak vagyunk bestresszelni magunkat olyan dolgokon, amire nincsen ráhatásunk. Én ezt ilyen egzisztenciális szorongásnak szoktam hívni, amiről nem vagyok hajlandó beszélni, mert amit lehet, azt megteszek, többet nem tudok, csak izgulni tudok, az meg nekem rossz, hogy egyre jobban izgulok, amiről egyébként én meg szoktam kapni, hogy milyen struc politikát követek, mert hogy egy struc politika, hogy az ember nem foglalkozik azzal, hogy úgyis megy fel a benzinára, hogy úgyis lesznek elbocsátások, hogy mind meg fogunk dögleni, hogy a fenntarthatóság az csak az egymás területére való áttolása a problémának, amivel én totál tisztában vagyok. Tehát, hogy egy csomó ilyen van, és akkor jönnek a megmondók, és azt mondják, hogy milyen strucok vagytok ti, hogy ti ezekkel nem foglalkoztok. Ez ugye tök érdekes, és akkor most már látja a kamera, hogy nem rózsaszín a szemüvegünk egyáltalán, de legalább van. Mert hogy a rózsaszín szemüveget én is meg szoktam kapni. Volt. Már mostanában kevésbé. És izgalmas volt, mert ma lementem kutyát sétáltatni. Ugye pont egy olyan nap veszük fel ezt az adást, amikor kellemes idő van, még február van, ragyog a napsütés, és egy kicsit a feneketlen tó környékén, ami itt van a környéken, itt leücsörögtem egy padra, és így nézelődtem. És az egésznek volt egy olyan érzéke, hogy ez egy buborék. Nyilván a közeg is, ahol élek, az a munka is, amit most csinálok, ami megengedi, hogy adott esetben napközben le tudjak menni kutyát sétáltatni, és 5 perc leüljek egy padra, az is buborékot képez, hogy megválogatom, hogy kikkel beszélek, kikkel vagyok kapcsolatban, milyen tartalmat fogyasztok, mit olvasok, mit csinálok. A nagy átlagnak az a fajta belső béke, Hello Kunku Panda, amit ez eredményezni tud, az a tér, az a létezési minőség, és most ez kicsit spirin hangzik, de nem baj, az tényleg úgy tűnik, hogy rózsaszín a világ, meg hogy rózsaszín a szemüveg minimum. Miközben egyszerűen tényleg, hogyha behozom azt, és ehhez sem kell túl spirinek lenni, hogyha azt mondod, hogy amire fókuszálsz, ugye abból kapsz egyre többet, ott van az energiád, odafigyelsz. Amikor éppen jelet keresek, akkor az univerzum meg a világ az arcomba fogja tolni azt az óriás plakátot, ami egyébként ott van már 2 éve, csak még egyszer nem vettem észre, de most arra fókuszálok, azt keresem, és jelnek fogom venni. Hogyha a szarra fókuszálok, akkor a szar fog nőni. Hogyha arra fókuszálok, ami nekem örömet okoz, boldogságot, feltölt, amitől generálni tudom az életemet, és arra figyelek, akkor az fog növekedni. És ugye erre van ez a, nem biztos, hogy Dakota közmondás, de ki tudja, hogy ugye melyik farkast eteted önmagadba, a félelemét, vagy éppen a nem tudom, mi volt a másik. Mert hogy ez is ott van. Ahova fókuszálsz, az ott az energia, és hogyha nem vagyok hajlandó arra a szarra fókuszálni, ami most körülvesz, attól még nem azt jelenti, hogy én ezt hazudom, másik mondásom rúzsazom a disznót, mert tudom, hogy ott van, csak egyszerűen az egy adottság, az ott van. Nem tudom én, a gazdasági helyzetre, a politikai helyzetre, momentán egyéni szinten nincsen olyan ráhatásom, hogy agybajt kapjak tőle. Akkor az életemnek arra a területére fókuszálok, amire viszont ráhatással tudok lenni. Márján, azért visszaveszem, legyen rózsaszín. Lehetett volna ez egy jó végszó, hogy magunkat idézzem, de én ezért még hozzátennék annyit, hogy akárki, akármikor összefut velem, lett légyen így volt, amikor kitört az ukrán háború, akkor én konkrétan azokat, akik jönnek ezekkel az egzisztenciális, hírfeldolgozó, 1000 decibeles telefonbeszélgetéseikkel, ami velem is történt, beültem a vonatra, és azt hallgattam fél órán keresztül egy nyitott térben, hogy a mögöttem levő hölgy 1000 decibellel mondja a barátnének, hogy itt mekkora háború lesz, és hogy mi lesz, és hogy mind meghalunk, és egyébként is, és én 20 perc után azt mondtam, hogy nagyon szépen megkérem, fejezze be.
Ezen nyilván ő megsértődött, és elmondta, hogy struc vagyok, mert hogy nem akarok tudomást venni arról, ami történik. Mondtam, hogy én egyébként nagyon szívesen elmesélem, hogy hogy pelenkázok éppen a nagymamámat otthon, aki maga lát, csinál mindenfélét. Csak nem hiszem, hogy ettől bármi is megoldódna, akár a háborúval, akár a bármivel, ellenben lehet, hogy a többiek közérzete kicsit jobb lenne, meg kevésbé szoronganánk. Szóval ez az állandó híradó, állandó izé, ha velem bárki összefut, nincs híradó, nincsenek hírek, kulturális hír bármikor jöhet, azt nagyon szívesen, könyvekről bármikor nagyon szívesen, de miről beszélgetsz még? Könyvek, főzés, túra, sport, és a sportban se a foci, léci, ne, ne. De kicsit, nekem lehet. Nekem vízilabdások, ha jöjjetek. Én a vízilabdát szeretem, nagyon. Kajakkenu, úszás, vízilabda. Igen, és pszichológia töménytelen mennyiségben, és önismeret, és önismereti filmek, és könyvek, és egyébként is, és hogy milyen gyönyörű nap, és hogy mennyit szart a kutyád, még arra is kíváncsi vagyok komolyan. De az, hogy bennünket így nyomasztatok háborúval, meg benzinárral, meg nem tudom mivel, ki van csukva.